Hogy örömteli és élménygazdag legyen a pataki diáksági élete, talán ezt is mondhatnánk a szezonnyitó szabadtéri rendezvényre, hiszen negyedik éve, hogy a pataki önkormányzat által szervezett első vízikapui koncert leginkább a fiataloknak szól. Az újra várossá nyilvánítás 50. évében a szintén jubiláló Punani Masszív nyitotta a szezont Sárospatakon. Szombaton a város középiskoláiból elballagnak a végzős diákok, az öreg diákok, úgyhogy egy kis lélekemelőnek szánjuk ezt elsősorban nekik is, természetesen a fiataloknak. Ahogy látszik, most itt ezen a szezonnyitó rendezvényen több mint 1000 jegy kelt el, tehát szép érdeklődés van, és hát ugye ahogy sikerül az első rendezvény, abban reménykedünk, hogy így fog sikerülni az egész nyár is, hiszen egész nyáron szinte minden hétvégén koncertekkel, rendezvényekkel, különböző akciókkal várjuk a sárospatakiakat és a Sárospatakra egyre nagyobb számban látogató kedves vendégeinket is. Az ifjú közönséget először a polgármester köszöntötte, majd a színpadot uralta a 2003-ban alapított pécsi hip-hop zenekar. A zenekarunk a Punani Masszív hamarosan fellép. Ahogy már láttam, itt Sárospatak partján sok szép is asszony mászkál. Megjöttünk a bodrog, rajta néhány tátszál és armatos minden szál, lennék pillangó királyszál. Mondd kedves, mi szép e napon, néznél erre rád, mert a boltan szépen, mi akad szép ez a világ. És innentől kezdve a javarészt fiatalokban álló közönség szinte minden dalt együtt énekelte az idén 15 éves Punani Masszívfal. A zenekar olyannyira igyekezett megfelelni a rajongóinak, hogy a nyári ünnepi Budapest Parkos koncertjük teljes repertoárját előadta.